A Falkó hazai sikere után Körmenden rendezték a Vas megyei negyeddöntő párharc második felvonását a kosárlabda NB1-ben. A találkozó első perceiben nem igazán remekeltek a csapatok, nehezen találtak a kosárba, de aztán hamar elkapta a fonalat a Falkó. Perl Zoltán könnyű betörése után elhúztak 8-al a sárga-feketék, 14-6-nál azonnal időt is kért a Körmend. A folytatáson próbáltak zárkózni a hazaiak, de Benke már az első negyedben elsüllyesztett 4 triplát, így nem tudtak közelebb jönni. A második etap elején Anderson szép megmozdulásával a lélektanilag fontos 10 pontos különbséget is átlépte a Falkó, majd Barázs Zitzere után még nagyobbra nyílt az olló, 19-32-nél újra időt kért az MTE. A szombathelyiek a játék minden elemében jobbak voltak a fehérmezes riválisuknál, Barázs szenzációs kosarával magabiztosan őrizték a kiharcolt előnyüket. Taylor látványos zsákolása zárta a negyedet, amivel 10 pontra zárkózott a Körmend. A nagyszünetben 34-44-et mutatott az eredményjelző. A fordulás után Thames trojkájával feljött hétre a Körmend, de a szombathelyiek nem ijedtek meg, gyorsan magukra találtak. Keller zsákolásával hamar vissza is állt a 10 pontos Falkó vezetés. A körmendiek játékából hiányzott az átütő erő, így ezen a mérkőzésen sem tudták megnehezíteni a Falkó dolgát. A harmadik negyed végén már 15 egység volt a különbség, így tulajdonképpen el is dőlt a találkozó. Az edzőmeccs hangulatú zárónegyedben már 20-szal is vezetett a Falkó, a Körmend a végére csak kozmetikázni tudott. A sárga-feketék végül 17 ponttal, 97-80-ra megnyerték az idegenbeli mérkőzést, így fél lábbal már az elődöntőben érezhetik magukat. Jól kezdtük a mérkőzést. A harmadik negyedben kicsit közelebb jöttek, de úgy gondolom, hogy elég jól kontrolláltuk az egész meccset. Ez csak a második lépés volt, meg kell még tennünk a harmadikat, az utolsót is. Remélem, hogy a következő meccsen lezárjuk a párharcot. A negyeddöntő párharc harmadik mérkőzését pénteken 18 órától rendezik az Aréna Szaváriában.